Mai videóban a szúnyogokat teszteljük. Say hello to the camera. Say hello to the camera. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az LCG tesztek. Mai videóban a Five Points-nak a lúcsénáját fogjuk tesztelni, ami szintén egy angol webshopból érkezett hozzám. Ez is hármas erősségű. Látszik rajta szépen itt a címkén, hogy igen, konkrétan úgy néz ki, mint egy WC papírhenger, és fog meg olyan, mintha... Mint a Traubi szódás üveg ragad. Mintha nem akarna sosem megszáradni. Érzed? Aha. Egyébként limited edition, itt azt írja, hogy hármas erősség, és látszik rajta, hogy 50-50-es leves, produced in California, USA, úgyhogy ezt a liquidet nézegetjük meg, ez 30 millis egyébként az üveg, és valami nagyon durva ára van, 25 font egyébként ez a 30 milli, és tegyük hozzá, hogy úgy 25 font, hogy ez a liquid is szerepelt a diacetil érintett liquidek vizsgálata során, és ez volt a második olyan liquid, ami a legmagasabb diacetil mennyiséget tartalmazta. Ebből volt is botrány, nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy megcsinálta a tesztjét 2014-ben a gyártó, és most 2015-ben megcsinálta a Cloud9 is. Igen. És a Cloud9 ezt nyilvánosságra is hozta, és igen, ebből volt egy iszonyat botrány, mert hogy nem az, hogy megcsinálták a tesztet, hanem hogy nyilvánosságra hozták. És a Lucena volt, mondom, a második, aminek a legmagasabb volt a diacetil tartalma. A gyártó azt mondja, hogy időközben változtattak a formulán, és most már nem annyi. Az a helyzet, fiúk, hogy amit mi most szívni fogunk, ez még annyi, ez még az. Veszélyesen kell élni. Igen, egyébként itt az üvegen látszik is, hogy ez az 500-ból ez a 38-adik. Kóstoljuk meg. Én ezt a liquidet most meha huszárként egy Scarabeus-szal fogom kipróbálni, és rajta lesz egy GT dripper. Odaadom neked. Te még mindig ugyanazzal? Én pedig még mindig ugyanazzal a Freak Show-val és TC-be fogom. Köszi. Még nem a TPD barát csomagolás. Igen, gondolkoztam ezen sokat, hogy mi lesz a TPD barát, de valószínűleg ez a kis szar műanyag üveg azzal a vékony tűs flaskájával. De egyébként kultúráltan nézni. Semmit nem. A legTPD barátabb eszközök a botonféderek lesznek. Gondolod te? Ja. Na? Ja, be is kéne kapcsolni. Az enyém az most ilyen 0,47 századon körül. Meghatározhatatlan ezzel a számomra. Számomra nagyon is meghatározható, mert kísértetésen hasonlít a Flavor Art almás pitére. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 90%-ban egyezik az íz. Nekem ez a krémes, ez nagyon dominál ebben is. Hát krém van benne, de ahogy mellettem itt. Hát a diacetil miatt. A diacetil. De úgy tudjuk most már, hogy milyen ízű a diacetil, hogy még nem is láttuk. Fú, az illata viszont elég büdi így. Igen, várjál. Igen. Hát, Lucerna. Igen. Lucena, Lucerna. Igen, igen. Hát ha ti mondjátok. Elég lesz már, fújt ki, hót, fújt ki. Valami igen, mint a szalma, vagy valami tehén érezhet, ilyet, amikor legel. Várjál, hát most már meg... Sokat beszélgettél tehenekkel igen. Az elmúlt időszakban? Igen, kérdezték, hogy mi a liquid, és nem tudtam. Pedig szagold meg így a liquidet? De, én ezt érzem. Ezt érzem el így. Így kijön. A lucerna. Akkor lehet, hogy nyomdahibás.
Hát, hogy nem is Lucéna, hanem Lucerna. Hol van ráírva? Ott van, Lucéna. Kihagytak egy betűt. Ez Lucerna akart lenni. Ezt kóstoltam egyébként vatelinesben. És vatelinesben sokkal jobb volt szerintem az íze, mint így dripben. Jaj, rakok rá, cseréljünk. Szívjuk meg egymásért. Azt szoktáltak kamerán kívül. Hétvégénként. Kamerán kívül. Így jó, jó, jó. Egyébként nekem az előző tesztalany az jobban ízlett. Nem tudom, nekem ez így, így pervert íze van. Tök más. Teljesen más. Nem tudom még eldönteni egyébként, hogy ezeknek az ízeknek, ezeknek az ízeknek mit tesz velük a TC. Igen. Mindegyik sokkal másabb. Teljesen más. Ott jobban kijön, nem az ilyen lucernás ilyen. Milyen jól néz ki ez a drip-tip a szilikontokodban. Köszönöm szépen. Sztárokat faragunk. Most már láthatjátok, hogy nem is olyan önző Charlie, amilyennek mondják, hanem ő gondozza a fiatal tehetségeket. Kóstold meg. Köszönöm szépen. Dry hit? Dry hit volt. Az volt a legjobb. De teljesen. Kiürült a build, és innen jött a dry hit. Persze, mert megszoktad a izét, megszoktad a én megszoktam a TC-t, és szívom, majd abba hagyja. Túl abban sokkal finomabb. Finomabb abból. Közben meg itt adok a világtörténelemnek. Ebből nem olyan íze van, kifele, mint az 1000 forintos aromának. Ott jobb? Aha. TC jobb. Nekem meg ott íz lett. Kantállal. Lehet, hogy most hát, már az lesz, hogy a gyár... Kedves barátom, ja, ez izé szóló. Én akkor az előbb azért volt ez szar íze, mert én ott duál levegőjükre tettem. Ne haragudj, akkor az... Hogy lehet, kezdő a fiú, elnézést kérem. Lehet, hogy majd most jön az az időszak, mikor amikor azt írják majd az üvegre, hogy TC-s húzallal keverve, vagy tesztelve. Jó, várjál, ne haragudj, van egy drip-tippem. Nagyon drága volt, ajándékba kaptam, úgyhogy... Igen, eljöhet az, hogy azon fogják tesztelni, bár... Egy pici, ebbe a kazánba pedig csak ez a Lucéna volt, ebben érzek egy pici ilyen ánizsos, picit narancsos, süteményes ízt is. Szívok egy másikat. A másik jobb volt nekem a Madrina. Az állítólag van Nilfett jelent magyarul, nem? Nem. Hát nálad mit jelent Nilfett? A Madrina az spanyolul jelenti a nagy mutert. Akkor Gilf, hát ugyanaz. Tönkre vágják a felvételt. Nem, nekem ez ízre annyira nem jön be. Ez biztos, hogy nem tudnám egy egész napig szívni, és nem értem az amerikaiakat, hogy... Meg az angolok is oda vannak értem. Nem egy nagy vasz. Nem akarom megsérteni őket, és remélem nem fordítják le a videó szövegét, de az ízlésvilágunk az nagyon nem ugyanaz. De hát ez így van rendben szerintem. Nem kell mindenkinek ugyanaz szívni. Nekem szerintem ezt most szívom 10 percig, és ennyit adnék neki, tehát nem tudnám ezt beletölteni egy tankazámba. Nekem TC-n olyan utóíze van utána a számnak tőle, hogy tényleg, mint ahogy a Matyi mondta az elején, hogy passzívan a gőz büdös, az utána így érződik a számba. Nagyon illata? Ura. Illatában is benne van ez, amit így TC-n erősen kiad. Igen, lehet, hogy szúnyogriasztónak is jó használható a diacetil miatt. Igen, mert utólag nem érdekes. De tényleg mekkora találmány lenne, valamelyik gyártó ráírna a legvides üvegre, hogy szúnyogriasztónak használható a benne lévő. Hát citrusosra van esélyed. Igen. Hát igen,
Mondjuk abból a nagyon erős keselyes citrusok egyáltalán nem jönnek be. De majd esetleg legközelebb, hogyha összeülünk, akkor elhozom nektek a Cosmic Fognak a sokerjét. Cosmic Fog a másik, ami Milkent. A sokert azt nem tesztelték, ha jól emlékszem. Ott a kollégámi volt nagyon veszélyes, amire emlékszem, meg a Milkent Honey. A Milkent Honey az nagyon súlyos volt. Nem vettem fel a napszemüvegemet, mindenki abban ül. Itt sokkal jobban nézel ki. Lehet pedig fokozni még ezt. Na mindegy, akkor mondjátok ki a verdiktet. Hát én azt mondom, hogy ha még nem tudnám, hogy ugyanezt az ízt szinte ki lehet keverni egy 1000 forintos aromából, én akkor is azt mondanám, hogy ez egyáltalán nem éri meg azt a pénzt, amit kérnek érte. Ráírhatják, hogy ízét töltyfahordóban érlelik, meg filipino szűzlányok palackozzák, de hát ez akkor se. Ez olyan, mint amikor egy ízére a Balaton Soundra azt mondják, hogy ez prémium fesztivál, és közben végesik az eső, és tiszta nagy sár van. Tehát ugye erre mondhatja nekem bárki, hogy prémium, én ennek az ízéről azt mondom, hogy ez korán sem prémium. Tudod, mi itt a nagyon nagy dealbreaker egyébként? Az ára. Tehát, hogy 25 fontot egy üveg likvidér, még a 30 millis is. Hát meg, hogy minden automatizálva. Most néztem meg tegnap a YouTube-on a videót a gyárba, hogy mit csinálnak, szinte minden automatizálva van. Hát azt inkább úgy csinálják, mint hogy ízé nagy darab ízott palipalackoznál. De nem, mert utána megnéztem egy angol gyártónak, tök automatikus a gyártósora, ez is benne lehet az árba. Meg a WC papírguriga. Meg a WC papírguriga. Meg a csicsás... ami nem mellesleg ragad, mint ami az ragad, állat. Mint a fene. Mondom, hogy nehogy leragd. Viszont ilyen. Én fogtam már más 5 pounds, az nem ragadt egyáltalán, szóval itt lehet, akkor hogy ez egyedi hiba. Akkor itt kiöntötte Charlie, az a baj biztos. Nem, várjatok már, ez körülbelül 2 hónapja itt van nálam. Tehát az akkor idő alatt lett volna ideje megszáradni. Kidifundált az üvegből. Elpárolgott. A diacetil szerintem a diacetil biztos, ragad. Hogy az volt. Tehát ami ragad, az diacetil tartalmaz. Minden diacetil tartalmaz. A nap te is. Egyszerűen levetítetted. Jó, végszó. 5 pontból az ízre adok 2-t. A füst az legyen mondjuk füst. Ez 50-50-es volt, tegyük hozzá. Akkor ez lehet egy 4-4,5, mert azért volt neki rendesen. De ízre ez egyáltalán. Még ha ilyen magyar viszonylatban 1200-1300 per 10 millit adnának, hát még akkor sem vennék belőle még egyszer egyet. Utána az elsőt kijöntöttem 5 perc hát de magyar viszonylatban ez lenne 3500 forint, vagy 3000 forint 10 milli. Soha. Never soha. Say never. Én azt mondom, hogy nálam az ára volt az, ami azt mondta, hogy ezért nem veszek. De egy tesztnek jó volt mindenképpen. Remélem, hogy tudtunk hozzátenni a döntéshez neked. Én is azt mondanám, hogy ha még nem tudnám az árát, még akár azt is gondolhatnám róla, hogy ez egy piacos vagy egy fasztökes liquid. Igen, egy fasztökes liquid. Az 5 paraszt. Egyébként nem tudom, neked felvetettem-e, mi ketten ezt beszéltük, hogy ezt vaktesztbe is lehetett volna kóstolni, és akkor lehet, hogyha nem tudtuk volna, hogy erről beszélünk, még csúnyábbakat pontok volna. Igen, róla, mi ez a szar, honnan van? Hol vettétek ezt a szart, ezt a szívhatatlan valamit? Igen, ilyen régi megmaradt lekvéket kellett volna összeönteni, és akkor belerakni egy ilyet, egy olyat. Egyébként ez a tipikus amerikai liquid, amit mondtam is nektek, hogy mikor kim voltam, és kóstoltam őket, hogy sorra ilyeneket adott az ember. És már én éreztem magam kellemetlenül, hogy mondtam neki, hogy ez nekem túl minden. Túl sok íz, túl krémes, túl szar nekem, és meg kellett mutatni a sajátomat, hogy nézd meg, ebben érzed azt az egy domináns íz. Én itt van szívtam egy boltba, egy amerikai hölgy által hozott Onion Acid nevezetű. Úgy néz ki a fehér a doboza, az egész fehér műanyag, úgy néz ki, mint amik régen édesapám még használtak, ez a mentolos szájspré, és úgy nyomod le a tetejét, és úgy cseppentesz. Na hát annak olyan illata volt, én nem tudtam mi a neve, és hirtelen olyan íze volt, mint amit a fagyisoknál a gyerekeket hűítik a kupikék törpükés fagyival, ami egy kék fagy, és minden lószar bele van applikálva.
és a srác meg jókat röhögött, hogy majdnem eltáltad a nevét, mert nem törpige, hanem póni. És egy gej, nem tudom micsoda volt, és most néztem a Twisted with 420-nek a videóján. Azaz, már nem tudom, mit beszélek. Az a afroamerikai... csúnyán beszélő fekete fickó. Igen, afroamerikai fickónak a boltjában ott is az egész szortiment kim volt ez a Pony Onassis, aki gyártja. Tehát nem tudom, ha ők ezt szeretik, akkor vegyék meg, de belőlünk biztos nem fognak meggazdagodni. Hát főleg, mert... mivel 10 millió olcsó János országa vagyunk. Hát viszont nem, csak... van hírünk, van jó hírünk nekik is, nyugodtan a Flavor Art Apple pályát rendeljék, megkeverjék be. Ha az ízlik nekik, akkor akár ezt is megvehetik, mert szerintem ez javarészt hasonló a kettő. Egyébként van még belőle a Liquid temetőnkben, amit te annyira szeretsz, ott még van vagy 10 milli belőle, az volt életem első keverés, egy olyan bő másfél éves lehet. Sőt, ha benne használt WC-papír gurigákkal, majdem meg tudod csinálni ezt a dizájnt. Igen, és igen. Akkor teljesen homemade, jön neki? Lehet, ökobarát. Kijönne 300 forintból se. Sem. Viszont az a baj, hogy akkor a nem lehúzható WC papír gurigása ízét kéne vennem, mert az, annak más színe van, meg vannak rajta feliratok. Aha. Jó, akkor részünkről ennyi volt a Five Pons. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!